Jóri adatvédelmi biztos úr levelét. Az elnöki felvezető körülbelül az volt, hogy hát megkaptuk ezt a levelet. Akar valaki hozzá szólni? Adatvédelmi biztos úr ma nagyon világosan elmondta, hogy mik azok a problémák, amelyeket a kormánynak az előkészítés során figyelembe kellett volna venni. Őszintén szólva, az audit ebbe a legelborzasztóbb. Az audit azért, mert ha egy másik intézményt veszek alapul, a független könyvvizsgálót, akkor bornírt az elképzelés, hogy a kormány auditál, és a kormány ellenőriz, és a kormánynak fizetnek. Mert természetesen a hivatal a kormányt jelenti. Ebből következően, ha más nem, ha az ellenzéket egyébként nem veszik figyelembe, akkor vegyék figyelembe az adatvédelmi biztos úr nagyon tartalmas, szuggesztív, határozott hozzászólását, dolgozzák át ezt a jogszabályt. Köszönöm szépen! A nagy taps után a vezérszónoki körben, hogyha jó az információm, akkor Nyakó István képviselő úr folytatja az MSZP vezérszónoki hozzászólását. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt biztos úr, kedves államtitkár úr! Ellenzéki képviselőként sem állítom, hogy az előttünk lévő az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló törvényjavaslatnak nincsenek helyes rendelkezései, nincsenek támogatható szabályai. Vannak. Mégpedig azok a rendelkezések, amelyek a hatályos adatvédelmi törvény részét is képezték. Hatályos adatvédelmi törvényünk ugyanis magas mércét állított az adatkezelés szabályzó törvények elé, az adatkezeléssel vagy adatfeldolgozással foglalkozó szervezetek elé. Magas volt ez a mérce, amelynek az Alkotmánybíróság eddigi tiszteletre méltó gyakorlata és a mindenkori adatvédelmi biztosok működése mindig is érvényt szerzett. El kell ismerni, hogy a személyes adatok védelme szempontjából a törvény hatékonyabban töltötte be a rendeltetését, kevésbé volt hatékony a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségével kapcsolatban. Új törvény megalkotásának akkor van értelme, ha az a hatályos szabályozásban lévő jogintézmények működésének hatékonyságát segíti elő, de semmiképpen nem teszi lehetővé azt, hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való jog eddigi védelmi szintje csökkenjen. A benyújtott törvényjavaslat pedig sajnos ezt eredményezi. Tisztelt ház! Azt már a kormánypárti képviselőtársaim új alaptörvénye elrendezte, hogy az információs önrendelkezési jog védelmének intézménye átalakuljon. Megszűnjön a külön adatvédelmi biztos, helyette egy hatóság veszi át a feladatot. Mondhatják önök, hogy a hatóság lényegében azonos hatáskörrel rendelkezik. Erre most nem térnék ki, de arról érdemes szót ejteni, hogy milyen lesz ez a hivatal, milyen lesz a hivatal vezetőjének a jogállása. Kezdjük azzal, hogy az adatvédelmi biztos az országgyűlés választotta meg. A biztosra a köztársaság elnök tett javaslatot, így rendezve a tisztségnek a végrehajtó hatalomtól való függetlenségét. Ezzel szemben az új hivatal vezetőjének személyére a miniszterelnök tesz javaslatot. Nem lehet kétséges tehát, hogy az új vezető erősen függ az út javasoló miniszterelnöktől. Erősen függ mindaddig, amíg a hivatalában marad. Ahhoz a miniszterelnökhöz fog kötődni a hivatal vezetője, akinek a személyes kérelmére küldte át a szociális konzultáció kérdévét a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatala. A tisztelt ház falai között már szóvá tettem, hogy a kormány nem kevés közpénzen szociális konzultációt kezdett a 16 éven felüli magyarországi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgárokkal, és arra vártam a választ a kormányt képviselő államtitkár úrtól, hogy milyen törvény alapja van annak, hogy a kérdévek kiküldéséhez a megkérdezett személyek név és lakcímadatát használják fel. Azt kértem, hogy államtitkár úr jelölje meg, melyik az a törvény, amely lehetővé teszi bármely kormányzati szerv számára, hogy a kormány kíváncsiságát kielégítendő kezelhesse a magyar állampolgárok személyes adatait. Államtitkár úr azt válaszolta, hogy az én állításaim ellentétben a szociális konzultáció során a konzultációval érintett személyek személyes adatainak kezelését törvényi rendelkezés alapozza meg, idézem, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 2. évi 66-os törvény 18-as paragrafus 2-es és 3-as bekezdése rendelkezik erről a kérdéskörről. Államtitkár úr szerint, és szintén idézem, az érintett törvény rendelkezés alapján, tehát bárki, magánszemély,
közjogi tisztséget betöltő személy vagy állami szerv kezdeményezheti a központi szerv, ahogyan ön is említette, azon eljárását, hogy kapcsolatfelvétel céljából az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg. Azért tartottam szükségesnek most ezt felidézni, mert az imént hivatkozott törvény összhangban van a hatályos adatvédelmi törvénnyel. Összhangban van vele, ám a nemzeti kérdőív kiküldése mégsem a hatályos törvények szerint történt, hanem miniszterelnök úr egyéni kérelmére. Tisztelt Ház! Nem szokatlan a kormányzó pártoknak az az eljárása, hogy elképesztő ötleteik szerint értelmezik a törvényeket. Hogy mennyire igazam volt a parlamenti hozzászólásaimban, az sajnos az élet bizonyította. Az adatvédelmi biztos ugyanis felszólította az adatkezelőt, hogy a szociális konzultáció keretében végzett személyes adatkezelés szüntesse meg. Egyértelművé vált, hogy a vonalkódos kérdőív személyes adatainak kezelése törvényellenes, mert alkalmas a polgárok politikai véleményének nyilvántartására. Alkalmas arra, hogy a magyar állampolgárokat politikai véleményük alapján osztályozzák, személyes adataikat eszerint tartsák nyilván. Tisztelt Országgyűlés, arra kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy tegyék le a ceruzát, nem akartam én eltérni nagyon a tájtől, de úgy érzem, hogy az egész ügy és az egész ügynek a kezelése, azok a nemtelen támadások, amelyek utóbbi időben adatvédelmi biztosulat érték, nagyon is hozzá tartoznak ehhez a tárgykörhöz. Hogy az már a hozzászólásom előtt is elhangzott, az előttünk lévő törvényjavaslat új jogalapot teremt a személyes adatok kezelésére. Új, homályos és nyilvánvalóan személyes adatok eddigi védelmét csorbító jogalapot. Nem arról van szó, hogy a jogharmonizációs kötelezettségeink alapján nem kellene könnyebbé tenni, hogy valaki a jogos érdeke alapján egy szerződéses jogviszony kapcsán hozzájusson a másik szerződő fél személyes adataihoz. Az ilyen megoldásokhoz azonban komoly garanciákat kell kapcsolni. Ezek a garanciák a törvényjavaslatból hiányoznak. Ha pedig hiányoznak, akkor ez a törvény, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, az önök alaptörvényével is ellentétes lesz. Ez a törvény nem védi megfelelően a személyes adatokat. Ha pedig nem védi, akkor tartunk tőle, hogy esetleg majd talán önök akarják megvédeni. Úgy állunk majd a személyes adatokkal is, mint a nyugdíjjal, önök majd rendelkeznek róla helyettünk. Addig-addig védik, amíg a végén le nem nyúlják. Ha nem ez a tervük, akkor azt kérem, hogy fogadják be módosító javaslatainkat. Adatvédelmi biztos úr, köszönjük szépen az eddigi munkáját. Következik a vezérszónoki körben a Jobbik frakciójából Novák előtt képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, és elnézést, itt meglepődtem egy kicsit, azt hittem, hogy a KDNP vezérszónoka következik, de aztán hamar rájöttem, hogy nem, hogy vezére, már képviselője sincs az ülésteremben. Nos, tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy stílszerűen adatvédelmi biztos úrtól egy idézettel kezdjem beszédemet, hiszen itt mindannyiunk közül azt hiszem ő ért a legjobban a témához. Ennek ellenére ő nem szólhat már hozzá ebben a vitában, nem nyomhat 2 perces gombot, és ahogy itt a arcára tekintettem, például a Fidesz vezérszónoklata alatt, hát fizikai fájdalmat okozhatott neki itt bizony néhány hozzászólás. Ezért alapelvként teljesen egyet tudunk érteni adatvédelmi biztos úrral abban, hogy idézem, a törvényjavaslat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 63. törvény jelenleg hatályos első paragrafus első bekezdésétől eltérően nem tekinti a szabályozás céljának azt, hogy személyes adataival főszabályként mindenki maga rendelkezhessék. Ezért megállapítható, hogy a törvényjavaslat nem építi, hanem bontja az információs önrendelkezési jogot. Nos, ezután a motto után engedjék meg, hogy rávilágítsak arra, hogy ez a már többször hivatkozott irányelv szerinti független adatvédelmi hatóság jelenleg ma Magyarországon, elvileg ugyebár az adatvédelmi biztos, akit az országgyűlés kétharmados többséggel 2014. szeptember 29-éig terjedő mandátummal választott meg. Ezzel szemben az új hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság 2012. január 1-ével kerül felállításra, amely sérti az adatvédelmi biztos, mint az idézett irányelv általi adatvédelmi felügyelő szervnek a függetlenségét, hiszen a tervezett 40. paragrafusa szerint a hatóság elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki egyenesen 9 évre, ahogy ezt már megszokhattuk itt a saját embereik bebetonozása kapcsán, tehát az eddigi
országgyűlés általi kétharmados többséggel történő választással szemben a függetlenségét megszüntetve tulajdonképpen kormányzati intézménnyé degradálják az adatvédelmi biztosnak. Mondhatnám, hogy a jogutódját, de sajnos nem mondhatom, ugyanis az új törvény szerint a hatóság nem jogutódja a jelenlegi országgyűlési biztosnak. Erre is természetesen egy módosító javaslattal rávilágítunk és igyekszünk javítani a jelenleg előttünk fekvő tervezeten. Hiszen épp az előbbiek miatt a tervezet nem határozza meg a jelenlegi adatvédelmi biztos irodájában dolgozók munkajogi jogutódlásra vonatkozó szabályait, így alkalmas arra, hogy az adatvédelmi biztos irodájában dolgozó köztisztviselőkben bizonytalanságot keltsen jogviszonyuk folytonosságát illetően. Elfogadhatatlan az a törvényi rendelkezés hiánya, amely jogutódlást kimondaná. Ez a helyzet olyan nyomásgyakorlásként is értékelhető, amely sérti az adatvédelmi biztos függetlenségét. Biztos úr szerint a 65. paragrafus első bekezdés i pontjánál indokolatlan az adatvédelmi nyilvántartás adattartalmaként nevesíteni az alkalmazott adatfeldolgozási technológia leírását. Sem jogharmonizációs kötelezettség, sem az észszerűség nem követeli meg, hogy az adatkezelő minden esetben technológiai leírást mellékeljen a bejelentéshez. Ez egyrészt indokolatlan adminisztratív terhet róna rá, másrészt a technológia részleteinek nyilvánosságra hozatala szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sérthet. Ezzel maximálisan egyetértünk, azonban nem eshetünk a ló túlsó oldalára sem, amikor országgyűlési képviselőként sem férhetünk hozzá ahhoz a technológiához, ha lehet ezt úgy nevezni, amit például a szociális konzultáció kapcsán alkalmazzak, hiszen épp a mai nap folyamán kíséreltem meg betekintést a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalánál a szociális konzultációnak nevezett propaganda és adatgyűjtés visszásága bajaiba. Hiszen valóban mi azt gondoljuk, hogy ez nem egy közvélemény kutatás, arra sokkal inkább a Fidesz fiók intézményként működtetett Nézőpont intézetet használják, és tömik ki közpénzekkel természetesen. Mi azt gondoljuk, hogy ez egyrészt egy kormányzati propaganda, hiszen a kérdések és a válaszok is már tulajdonképpen determinálják a végeredményt, hanem tehát elsődlegesen a propagandán kívül egy adatgyűjtés. Igen, a Kubatov botrány óta nem csoda, hogy ezzel a gyanúperrel élünk, és különösen akkor, amikor egyszerűen vonalkódokat ragasztanak már szinte az emberekre. A következő talán az lesz, hogy mint a kutyákba csipeket építenek, és így követik nyomon a mozgásunkat ebben a kubatovi orwelli világban. Bizony, Kubatov Gábor egy nagyon szörnyű képet festett le, mint a mai MTI hír is fogalmaz, ugye azért idézzük. A 2010-es országgyűlési választások előtt olyan hangfelvételek kerültek fel a világhálóra, amelyeken Kubatov Gábor a Fidesz pártigazgatója többek között arról beszél, hogy a 2009-es pécsi időközi választáson szinte mind a 38 ezer Fidesz szavazót ismerték, nem csak a nevüket, de korukat, telefonszámukat, mobilszámukat, e-mail címüket, és még azt is, milyen erős támogatói a Fidesznek, ír az MTI. Hát ennél azért kicsit többről van szó, azért mondjuk ki, mi fogalmazhatunk bátrabban az MTI-nél, és egy kicsit tényszerűbben is, bár mentségükre szóljon, hogy leírták, hogy többek közt ez derült ki, de hát többek közt kiderült, hogy nem csak a Fidesz szavazói tartják nyilván, hanem azt is akár, hogy ki melyik más pártnak a szimpatizánsa, hogy Kubatov Gábor fogalmazott, kik azok a komcsik, akik adott esetben ugye nem az Fidesz jelöltjét támogatták, egyet, hogy elmentek-e szavazni, vagy nem, mint ahogy most is ugye akár azt is nyilván tarthatják, hogy válaszoltunk-e a szociális konzultációra, vagy nem. Mi azt gondoljuk, hogy ennek véget kell vetni, és annál is inkább, mert ugye az MTI hírével szemben sokkal többről van szó, nem csak egy pécsi egyedi esetről, hanem ahogy Kubatov Gábor elmondta, a Fidesz teljes vezetőségének jóváhagyásával működtették ezt a mafia rendszert tulajdonképpen, ezt a törvénytelenséget. Persze megtudtuk azt is, hogy mondjuk miniszterelnök úr már meg tudja különböztetni az e-mailt az SMS-től, fontos dolgok ezek is, de azért ennél még felháborítóbb az, hogy ilyen rendszert működtethetnek a Fidesz jelenleg is funkcióban lévő, el nem marasztalt pártigazgatója által kimondottan a Fidesz vezetőségének jóváhagyásával. Egy ilyen rendszert működtetnek, és erre ki is képzik a fiatalokat, ugye, ahogy a Fidesznek talán a Balaton-Szárszói maffia üléséről kiszivárgott hangfelvétel is elmondta, hogy hogyan tanították a fiatalokat, hogy kell ezt a rendszert működtetni, és hogyan lesznek megfigyelve, hogy beléptek-e naponta ebbe a bizonyos választópolgári névjegyzékbe, önök csak VPN rendszernek hívják, ugyebár bizonyára jól ismerik, ahol nyilván tartják ezeket, és hogy kellő mennyiségű személyes adatot fölvittek-e naponként, ezt is ellenőrzi Kubatov Gábor, hencegett a pártközpontból, mint régen az orwelli világban.
Nos, amikor egy ilyen rendszerről kiszivárgott a hangfelvétel, hogy bizony országosan egy ilyet működtetnek, amit mondjuk ki, egy botrány az adatvédelem és az információszabadság terén. Az információszabadság terén már elsősorban a szociális konzultációra, vagy a nemzeti konzultációra gondolok, hogy botrány, hiszen nem férhetünk hozzá ennek az eredményeihez a mai napig. Miniszterelnök úr itt napirend előtt elmondta a saját megfogalmazásában, hogy mire is jutott ő a nemzeti konzultációból, milyen eredményei voltak, így nagyjából elmondta, na de hát egy precíz, táblázatos formában a százalékos eredményeket a mai napig nem ismerhettük meg. Nem csak azért, mert nem hozták nyilvánosságra, hanem amikor például a barikád.hu hírportál megkereste írásban a hivatalt, akkor azt mondták, hogy hát ezt nem hajlandók kiadni. Miniszterelnök úr elmondta, amit szükségesnek tartott. Ezt ugye már a miniszterelnökség is nyilatkozta, mert bárhol próbálkozott a hírportál, mindenhol elutasították. Sőt, én magam ma, bár ugye fogadott Vetési Iván, a közigazgatási és elektronikus közszolgáltatások központi hivatalának elnöke, nem volt hajlandó választ adni arra a kérdésre, hogy a nemzeti konzultációnak, tehát még a korábbinak, nem hogy egy folyamatban lévőnek a kulisszatitkóiba szeretnék betekinteni, de még az előző adófizető pénzén lefolytatott nemzeti konzultációnak az eredményeibe sem enged bepillantást, hogy valójában milyen eredmények születtek ott. Én azt gondolom, hogy ez igen, ez az információ szabadsággal összefüggő óriási botrány, hogy ezt megteheti magának. Joggal várjuk el azt, miután ma én kudarcot vallottam, hogy egy vizsgálóbizottság foglalkozzon ezzel. Hiszen nekem megtehették, hogy nem nyújtottak betekintést se az eredményekbe, se az adatfeldolgozás folyamatába, hiszen innen indultam az előbb, az adatvédelmi biztos egyik kifogásolt 65. paragrafusra vonatkozó észrevételével től, hogy az adatfeldolgozási technológiába joggal szeretnénk betekinteni, hogy például ezeket a vonalkódókat hogyan rögzítik, és a politikai válaszokkal hogyan összefüggésben tárolják, milyen számítógépes nyilvántartása. Azonban különösen erősíti a gyanunkat, hogy ebbe az adatfeldolgozási folyamatban nem engedtek betekintést. Nem, hogy rögzíteni nem, természetesen személyes adatokat nem kívántam ilyen rögzíteni, de hogy betekintést sem engednek, hogy hogyan szkennelik be például ezeket, hogy nekem el kell hinnem, hogy ezeket a bizonyos nyilatkozatokat úgy szkennelik be, hogy valójában kitakarják egy fekete kockával a vonalkódot, a személyes lakcímet, nevet, e-mail címet, aláírás. No, hát azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. Egy országgyűlési képviselőnek nem az a feladata, hogy ilyen dajkameséket elhiggyen. Ezért joggal fogalmaztuk meg azt, hogy egy országgyűlési vizsgálóbizottság tárja föl ezt, ha már képviselői jogállásról szóló törvényben biztosított jogainkkal nem tudunk élni, akkor nagyobb súllyal egy bizottság lépjen föl. Ehhez ugye a képviselők 1/5-ének támogatása lenne szükséges. Nagyon kedves az LMP, hogy ezt támogatta, de hát méretükből adódóan nem, azt nem szoros, hogy ők mit mondanak. Viszont az MSZP és a Jobbik képviselőinek együttes aláírása az már elég kellene, hogy legyen. Azonban, ahogy tavaly egy éve is megakadályozták a Kubatov botrány kivizsgálására tett vizsgálóbizottsági javaslatunkat, úgy most is elképesztő számunkra, hogy az általuk kezdeményezett vizsgálóbizottságnak a feladatkörét nem hajlandók a Jobbik követelésére ezzel kibővíteni, pedig nekünk ez a feltételünk. Ez a feltételünk, és nagyon fájó számunkra, hogy a mai napig nem kaptuk igenlő választ, remélem Nyakó képviselő úr nem ment el végleg, mert itt még erre most is választ adhat. Nekem korábban személyesen olyan feltételeket támasztott, hogy adjunk be két javaslatot is az országgyűlésnek, egyikben kitérünk a Kubatov listára is, a másikban a feladatkörben ezt nem szabjuk, hát majd a plenáris ülés eldönti, hogy melyiket támogat, na hát egy újabb dajka mese, és nem értjük, hogy az MSZP-nek mi félnivalója van a Kubatov botrány kivizsgálásától. Tudjuk jó, hogy Kubatov Gábor sok mindent tud, akár az MSZP-ről is, de hát fölhívtam a figyelmét arra is, épp a Barikád hírportál leplezte le azt a másik adatkezelési botrányt, amire Kubatov Gábor hívta föl pont épp a figyelmet, ugye, amikor a saját maga lelepleződött, másnap rögtön a fideszes médiának persze nem a Kubatov botrányról volt hangos, hanem egy bizonyos MSZP-s adatbázisról. Csak hát a Barikád hírportál, ahogy visszakódolta ezt a eltorzított hangú videót, kiderült, hogy Kubatov Gábor személyi asszisztense, a Szabad Európa csapat nevű kampány csapatuknak a vezetője, most a neve nem is jut eszembe, de hát a Barikád hírportál meg lehet találni, ő személyesen mondja el ezt az állítólagos MSZP-s adatbázisról szóló önfeltáró leleplezést. No, tehát ebben az esetben azt kell, hogy mondjam, tisztelt szocialista képviselőtársak, hogy nem buktak le, nincs mitől tartaniuk, azt kérem, hogy támogassák a vizsgálóbizottságra vonatkozó javaslatunkat. Mint ahogy a másik feltételünkre rá is legyintettek, hogy igen, a szociális konzultációt követni kell egy mély szegénységről szóló vitanapnak. Ezt korábban ugye szintén nem támogatták, pedig Lázár János elhíresült mondása után részben arról elnevezve a címet indokoltnak tartottuk, igen, egy olyan vitanapnak a megtartását, hogy amelynek az lehetne a címe, hogy rosszabbul élünk, mint egy éve, vagy alcímként az, hogy akinek semmi sincs, az annyit is ér.
Nos, ezt a politikai vitanapot önök nem támogatták, elsőre pedig a szociális konzultációt követően indokolt lenne egy ilyen politikai vitanapnak a megtartása. Szintén az LMP, köszönöm, hogy ismételten támogatja, de ismételten nem osz, nem szoroz sajnos. A képviselők 1/5-ének aláírása kell, az MSZP képviselőinek aláírása kell, hogyha nem csak a nevükben van szociális érzékenység, akkor kérem, hogy ezt támogassák, de ahogy mondom, ezt a feltételünket végül is másodszor, amikor már ezt feltételül szabtuk az általuk kezdeményezett vizsgálóbizottságnak, ezt már elfogadták. Nagyon kérem, hogy a másik általuk rémisztőnek tartott Kubatovi vizsgálatot is merjék bevállalni. Nos, tovább lépve erről a botrányról, melyet sajnos ugye mai nap sem sikerült betekintésemmel cáfolni, hogy itt ne lennének súlyos aggályok. Hadd menjek tovább a törvényjavaslat elemzésében, hiszen a beszédem elején ismerteteken kívül van még néhány kimondottan szakmai hiba, amit egyébként már dr. Jóri András adatvédelmi biztos úr a korábbi időszakban is jelzett. Ennek egy részét, ahogy ma is elmondta, figyelembe vették és beépítették a jelenleg előttünk fekvő törvényjavaslatba, de maradt néhány olyan dolog, ami még várat magára. Ezek közül kigyűjtöttük azokat, amivel a Jobbik is egyetért, néhány módosító javaslatot ezekből is benyújtottunk. Adatvédelmi biztos úrtól levélben kértem és kaptam meg észrevételeit, de mivel végül maga itt személyesen is ismertette álláspontját, itt csak az egyik legfontosabbra hívnám fel a figyelmüket ismét. A 61. paragrafus 3. bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság bírságot szabhat ki, ha jogsértést állapít meg. A bírság mértéke 100 000-től 10 millió forintig terjedhet. Most figyeljen a gazdagok kormánya. A szankció ugyanis akkor lehet hatékony, ha olyan mértékű hátrányt helyez kilátásba, amelynek elkerülése érdekében az adatkezelőnek érdekében áll a jogszerű adatkezelés feltételeinek biztosítása. Nem vitás, hogy a nagy adatbázisokat kezelő multinacionális vállalatok számára a tervezet szerinti bírság felső határa, tehát 10 millió forint, nem jelent különösebben visszatartó erőt. Így a bírság felső határát egy nagyságrenddel nagyobb összegben 100 millió forintban kellene megállapítani. Erről szól is az általunk benyújtott módosító javaslat, hiszen megfogadtuk adatvédelmi biztos úr ajánlását, a csehországi és szlovákiai adatvédelmi törvények hasonló rendelkezéseit. Biztos úr kifogásolja, és egyetértünk vele, hogy a tervezet nem állapítja meg részletesen, milyen szempontok szerint állapítja meg a hatóság a bírság mértékét. Azt gondolom, ez is ide tartozik még ehhez a ponthoz. Persze nem támogatjuk adatvédelmi biztos úrhoz hasonlóan a tervezetnek azon részét, hogy a nyilvántartásba vételért az adatkezelő ezután igazgatási szolgáltatási díjat kellene, hogy fizessen. Nos, ahogy említettem, csak ezt az egy fontosabb pontot tartottam szükségesnek itt kiemelni, illetve egy kapcsolódó apróságot, hiszen biztos úr levelét végül is eljutatta, és itt ismertette a főbb pontokat az országgyűlésben is. Hadd térjek ezért rá egy másik szervezetre, a Társaság a Szabadságjogokért szervezetre, hiszen mi korrekten, akár politikailag ellenérdekű feleknek a szakvéleményeit is szoktuk tanulmányozni, még ha ők mondjuk a észrevételüket már olyan barátia nem is küldik meg a Jobbik országgyűlési frakciójának természetesen. Nagyon bízom benne, hogy az LMP mondjuk hasonló esetekben, amelyekben mondjuk viszont a nemzeti jogvédelem erősebb, akkor bátran szemlézné a nemzeti jogvédő szervezeteknek a munkáját. Valóban a közérdekű adatokkal kapcsolatban a TASZ mélyült el inkább ezeknek a kérdésekben. A közérdekű adat fogalmának megváltoztatása következtében nem lesznek nyilvánosak a közpénzeknek nem közvetlenül közfeladathoz kapcsolódó felhasználására vonatkozó ismeretek. Hívja fel a figyelmet a TASZ, teljesen egyetértünk ezzel, és a javaslat magas korrupciós kockázattal jár, nehezebben lesz nyomon követhető a közpénzek felhasználása. A javaslat nehezíti az adóforintokat nem közérdekű célokra használó politikusoknak az elszámoltathatóságát a példának okáért. Egy másik pont, amit a TASZ kiemel, és amelyet szintén azonosulunk, hogy súlyos visszalépés jelent az információs önrendelkezés terén, hogy a javaslat lehetőséget teremtene arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adat kezeléskor a hozzájárulás kifejezett visszavonása után az adatkezelők akár üzleti érdekből tovább használják a személyes adatokat. A javaslat több más szabálya is az adatkezelők javára tesz engedményeket az alapjogvédelem kárára. Például egy bankkal kötött hitelszerződés esetében ezentúl nem kell a hitelintézetnek külön hozzájárulást kérnie a hitelminősítés keretében lefolytatott vizsgálatról, és erről nem is köteles tájékoztatni az érintettet.
Az adatvédelmi biztos hivatalának felszámolása és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala pontosabban felszámolása és az új hivatal, új hatóság felállítása egyes elemeiben sérti a Magyar Köztársaság számára előírt Európai Uniós kötelezettségeket. Nagy a valószínűsége, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít hazánk ellen, mert az adatvédelmi biztos távozásának mandátumának lejárta előtti kikényszerítése sérti az uniós jogban előírt adatvédelmet felügyelő intézményekkel szemben támasztott függetlenség követelményét. Nos, teljességgel egyetértünk a megállapítással, azzal már kevésbé, hogy ezt az Európai Uniós elvárások miatt nem tűrhetjük természetesen, de hát ha már a TASZ ez alapján fogalmazta meg, és ha már a kormányzat számára is mindig oly sokat jelent, hogy mit vár el az Európai Unió, akkor legyenek figyelembe venni ezt a szempontot is, amely mindenképp felháborító, hogy sorozatba váltják le mandátumuk lejárta előtt a különböző tisztségviselőket. Ugye itt számos példát láthatunk erre az elmúlt egy évben, amikor akár egy hivatalnak a vezérigazgatói tisztségét átkeresztelik igazgatóira, vagy fordítva, csak azért, hogy azáltal ugye megszűnjön úgymond a mandátum, és hát újból ki lehessen nevezni az új titulusú hivatalvezetőt. Tehát olyan kiskapukat láttunk, amelyeket eddig itt a jogalkotást is megcsúfolva alkalmaztak, amelyre itt ismét látunk egy példát. Persze kétségkívül legalább most megvárják, és egy egész komolyabb nagy átszervezés keretébe ültetik be a saját pártkatonájukat, nyilvánvalóan a Kubatov lista alapján választva, ahogy választják akár pályázatok elbírálásakor, akár bármilyen más értékeléskor is, ahogy döntenek a személyi kérdésekről. Nos, még egy pontot a TASZ-tól hadd emeljek ki. Az új alaptörvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény megalkotását, a hatóságot leszámítva persze, nem köti minősített többséghez. Ez ma már itt elhangzott, de ehhez a kritikához valóban szeretnék csatlakozni. Ez nagyban megkönnyíti azért ugye az állampolgárok megfigyelésének, valamint az állam titkainak növelését célzó jogalkotást, ezért is kifogásoljuk ezt. A javaslat nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyel az alaptörvényből fakadó a jogkorlátozás lényegesen kibővítő szabályok hatása tompítható lenne. A javaslat gyengíti továbbá a törvény kódex jellegét. Fennáll annak a veszélye, hogy az információs jogok szabályozása követhetetlenül töredezetté válik, még egy egyszerű állampolgár számára is, nem beszélve rólunk képviselőkről, amikor már mi is küzdünk ezekkel a jogszabályokkal. Persze nem mindenben értünk egyet a TASZ-szal, most néhány pontot emeltem csak ki, biztos lesz itt olyan képviselőtársam, aki teljes egészében azonosulni tud ezzel természetesen. Van is néhány olyan kérdés, amiben természetesen a TASZ nem annyira járatos, például a házszabályban, hiszen ugye azt is írják például, hogy sajnálatos, hogy a miniszter egy alapjogot rendelző törvény sürgősségi tárgyalását kérte, a TASZ álláspontja szerint ez megnehezíti az alapos szakmai vitát, nos hát nem egészen járatos itt a parlamenti kiskapukban természetesen, hiszen az, hogy sürgősségi tárgyalást kért, az nem azt jelenti, hogy itt ennél gyorsabban tárgyalnánk, mint bármilyen más javaslatot, hiszen normál eljárás keretében is megtalálta a kormány oldal annak a módját, hogy akár egy nap alatt, egy nap benyújtott alkotmánymódosításnak még a vitáját aznap lezárja, és a módosító javaslatok benyújtásának határidejét. Nem, hogy még itt társadalmi vitáról beszéljünk természetesen, vagy bármiféle szakmai vitáról. Ezt a javaslatot június 17-én nyújtották be, annak ellenére, hogy sürgősséggel tárgyaljuk, tehát még relatíve örülhetünk, már csak annak is, hogy itt valóban egy kormányzati előterjesztésről van szó, és nem egy újabb kijátszásról, ahogy szokták azt egyéni képviselői indítványként. Nos, tisztelt országgyűlés, összefoglalva, a javaslat egyértelműen az információs hatalommal rendelkező állam és üzleti szféra számára jelent kedvező elmozdulást a hatályos szabályozáshoz képest. A kormány elképzelése a magánszférát kiszolgáltatottá teszi, az állam titkainak körét tágítja, és ezek feletti független felügyeletet szünteti meg. Hegedűs Lórántné képviselőtársammal közös módosító javaslatainkról, részben még most, részben pedig főként a részletes vitában kívánunk bővebben beszélni. Köszönöm figyelmüket. Következik az LMP vezérszónoki hozzászólása, Siffer András frakcióvezető úr képviseli az álláspontot. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt adatvédelmi biztos úr, tisztelt államtitkár úr. Átlátható állam, átláthatatlan polgár, ez volt az egyik jelszó, ami bő 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt a kommunista rendszer lebontásán munkálkodó embereket, értelmiségieket,
motiválta nagyon sok helyen Kelet- és Közép-Európában. A Fidesz vezérszónokát annyiban korrigálnom kell, hogy ez a jelszó, tehát az átlátható állam, átláthatatlan polgár jelszava, ez nem a 90-es évek alkotmánybírósági határozataiban indította el igazából a jogi gondolkodást. Volt ennek előzménye. Ez az előzmény Sólyom László későbbi alkotmánybírósági elnöknek az a bizonyos tanulmánya volt, ami 1988-ban a Valóság című folyóiratban látott napvilágot, az Egy új szabadságjog, az Információ szabadság című tanulmány. Ez az írás akkor született, amikor még állt Kádár János rendszere, az Orwelli állam létezett, a cenzúra működött, és Magyarországon sem az állam nem volt átlátható, és teljes mértékben áttetsző volt az állampolgár az államgépezet számára. Az első kérdés, amit Sólyom László ebben a tanulmányában